5. Karcakupa országos Rumikub verseny, Ideges volt rongált, hazánkban is megjelent a Nyugat Nílusi láz, stúdiónk vendége volt Plósz Csilla, intézményvezető. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcak Televízió napi hírműsorát látják 2023. szeptember 29-én 18 óra 5 perckor. Az 5. Karcak Kupa országos Rumikub versenyen a Dériné Kulturális Központban 20 településről 96 játékos mérte össze a tudását. A jelenlévőket Kunné Nánási Mónika, Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott intézményvezetője köszöntötte. A verseny Turi Sándor játékmester irányításával zajlott, aki szerint ez a létszám majdnem rekord. Karcagon nagyon kedvelik ezt a játékot, illetve népszerűsítik is különböző rendezvényeken. A legfiatalabb induló 7, a legidősebb 85 felé közeledik. Az ország nagyon sok pontjából, közel 20 településről érkeztek versenyzők. 96 versenyző játszik a mai napon, tehát ez majdnem hogy rekord ebből a szempontból. Itt legalábbis minden évben növekedés látszik, tehát tényleg látszik az, hogy a Dérinében nagyon-nagyon kedvelik ezt a játékot, illetve hát népszerűsítik különböző karcagi rendezvényeken. Tehát ennek a versenynek az a lényege, hogy az agyunkat megmozgassuk. A kombinációs készség, ami a legfontosabb, tehát elkezdi az ember játszani, mint egy rabló römit például, akkor lerak egy-két tercet, viszont ebben a játékban a terceket lehet összeválogatni. Tehát most nem akarom elmondani a teljes játékszabály, de lényeg az, hogy lent van mit tudom én 20 kő, akkor azt a 20 követ teljesen más formába át lehet rendezni, tehát más kapcsolódások jönnek létre. Ez csak akkor működik, hogyha az ember az agyát használja, és előre megtervezi azt a kombinációs sort, amiből az egyik követ átteszi a másikba, a harmadikba, a negyedikbe. Bevallom őszintén, már találkoztam, saját magamon tapasztaltam 12 kombináció egy körben. Na most ezt egy perc alatt kell elvégezni. Tehát nem az, hogy gondolkodom, kimegyek kávézni, kimegyek egy kis brigost elfogyasztani, hanem egy perc alatt ki kell találni, és meg is kell valósítani. Ez tényleg komoly szellemi képességgel, és azt mondják, hogy szerencse kérdése is. Én úgy érzem, számítógéppel már valamilyen szinten elemeztük, hogy kb. 30% csak a szerencse, a többi a tudás. Hangsúlyozta a játékmester, aki szerint Karcagra felkészült játékosok érkeztek. Ez is jelzi, hogy a harmadik forduló közepén még 7 ember esélyes a dobogós helyekre. Pont most számoltam ki, illetve kezdtem el nézegetni az eredményeket. Jelenleg még 7 ember van, aki még nagy valószínűséggel a döntőben van, tehát az első 3 helyezett között van, de lehetnek még csodák, tehát hogyha egy körben 4 játékot, 4 leosztást megnyer valaki, és ezt 3-szor megteszi, akkor ugye 12-re jön ki az eredmény, ennek az esélye most per pillanat 6 volt a legtöbb, tehát a legjobb játékos is csak 10-ig tud eljutni. A Rumikubok nyitnak a fiatalok felé is. Már van 4-5 olyan település, ahol gyerekek, fiatalok is játszanak. Ebben Karcag nagyon előjár, már iskolásokat is bevon a klub életbe, Kovácsné Kerekes Katalin klubvezető, így heti szinten jönnek is a fiatalok játszani a Dérinébe. Most nyitunk a fiatalok felé, tehát eddig volt egy-egy versenyző, aki jelentkezett a versenyre. Azt hiszem a 4. helyezés volt a legjobb, illetve 2019-ben egy 11 éves leányzó lett az országos bajnok. Tehát érdemes feléjük is fordítani az energiát, érdemes az, hogy nem csak az idősekkel foglalkozni, a fiatalokkal, de megpróbáljuk azt, hogy ezt két szekcióba széthúzni, tehát korosztályi játékokat előbb-utóbb megszervezni. Most már van 4-5 olyan település, ahol már gyerekek is játszanak, ebben Karcag nagyon előjár, mert itt már tényleg iskolásokat vonnak be, és heti szinten jönnek be a klubba. A Dérinében meg lehet találni, tehát ha valaki szülő úgy érzi, hogy ez egy jó játék, akkor igen, hozza a gyereket. A verseny eredménye. Első helyezés, Széke Zsuzsanna, Budapest, 7 győzelem, 639 pont. Második helyezés, Nagy Sándorné, Karcag, 7 győzelem, 426 pont. Harmadik helyezés, Juhász Lászlóné, Szolnok, 6 győzelem, 607 pont. Gratulálunk! A
karcagi rendőrök őrizetbe vettek egy 32 éves tiszabői férfit, aki a felgyülemlett feszültségét különböző tárgyakon vezette le, ezzel 500 000 forintos kárt okozva. A karcagi rendőrkapitányságra érkezett bejelentés, miszerint egy tiszabői dohánybolt hőszigetelt üvegét betörték. A helyszíre érkező rendőröknek a sértett elmondta, hogy a bejelentést megelőző percekben egy férfi megjelent az üzlet előtt, és minden előzmény nélkül ököllel megütötte az utcafront felüli ablakot, mely ennek következtében betört. Az egyenruhások megtekintették a biztonsági kamera felvételeit, és személyismeretüknek köszönhetően beazonosították a feltételezett elkövetőt. A férfi keresése során a rendőrök észlelték, hogy a Petőfi Sándor út, valamint József Attila út kereszteződésében lévő beton villanypóznára szerelt térfigyelő kamera kábelen a talaj felé lóg, és annak műanyag tartóját megrongálták. A dohányboltnál elkövetett rongáláskor viselt galléros pólót a kamera környékén megtalálták. Megtekintették a térfigyelő kamera felvételeit, amely rögzítette, hogy azt szintén az a férfi rongálta meg, aki a dohánybolt üvegét betörte. A helyszín közelében elfogták a jogsértőt és előállították a rendőrkapitányságra. A terhelt elmondta, hogy ideges és feszült volt, majd haragját a kamerán és az ablaküvegen töltötte ki. A nyomozók kihallgatták, majd őrizetbe vették. Megállapították, hogy a 32 éves tiszabői férfit két szabálysértési ügyben is körözték, több nap elzárás végrehajtása érdekében. A karcagi rendőrkapitányság rongálásvédség és kétrendbeli garázdaságvédség elkövetése miatt folytatja az eljárást. Két új nyugat-nílusi láz megbetegedést találtak hazánkban. Az egyik beteg már kigyógyult a vírus okozta fertőzésből, másikukat jelenleg is kórházban ápolják. A népegészségügyi főosztály tájékoztatása szerint a nyugat-nílusi láz szúnyogcsípéssel átvihető vírusos megbetegedés, amelyet a vírust culex moszkítók, szúnyogok terjesztenek madarakról emberre szúnyogcsípés révén. A maláriát terjesztő szúnyogokkal ellentétben ezek a szúnyogok nappal aktívak. Hát sajnos a időjárás változással kapcsolatosan, ugye nálunk is kezd így a mediterrán, lassanként már a trópusi égövre jellemző időjárás kialakulni, a különböző kórokozók is vándorolnak egyre északabbra, és hát ez a nyugat-nílusi láz nevű betegség is, mint több újságban megjelent már, hogy Magyarországon is egyre több alkalommal előfordul. Ezt egy vírus okozza, amit szárnyasokról, madarakról nyernek szúnyogok, bizonyos speciális szúnyogok terjesztik, amiknek egy érdekes jellegzetessége, hogy a többi szúnyog általában ugye este felé a alkonyattájt kezdenek rajzani és vérszívni, ezek pedig nappal támadják meg az embereket, és hát ugye ahogy szívják a vért, sajnos a emésztőrendszerükbe juttatnak is be bizonyos anyagokat, és hát ennek a nyugat-nílusi láznak a vírus kórokozóját is bejuttathatják. Szerencsés esetben a nyugat-nílusi vírus által okozott fertőző betegség tünetmentesen zajlik. Sajnos nehéz diagnosztizálni ezt a betegséget. Hát mondjuk, ha egy szúnyogcsípés után alakulnak ki a tünetek, akkor talán kicsit könnyít a helyzetünkön, de akkor is igazából ilyen megfázásszerű tünetek jelentkeznek. Leggyakrabban láz, végtagfájdalom, hát esetleg hányás, hasmenés is elő szokott fordulni. A másik probléma pedig az, hogy az esetek túlnyomó többségében semmiféle tünet nem alakul ki, csak tünet nélkül lezajlik ez a betegség.
azonban ha tüneteket okoz, nehezen különíthetők el a tünetek más vírusbetegségektől, hiszen a bevezető tünetek között található hányinger, láz, fényérzékenység, izomfájdalom, kötőhártyagyulladás, arcpirulás. Egyidejűleg testszerte nyirokcsomó duzzanat mutatkozik. Bőrkiütések jelennek meg a törzsön és a végtagokon. Ez az állapot körülbelül 6 napig tart, mely egy gyors javulás vált fel. Idősekben a betegség második periódusában agyhártya agyvelőgyulladás alakulhat ki. A halálos szövődmények is náluk gyakoribbak. Vannak jellegzetesebbnek vagy gyanúsnak mondható tünetek, hogy nyirokcsomó megnagyobbodások alakulnak ki testszerte. Ez már azért egy komolyabb odafigyelést indokol. Az első 6 napban a vérből kimutatható a vírus, a későbbiekben pedig a vírus által termelt ellenanyag mutatható ki a vérből, és így diagnosztizálható. Szerencsére legtöbbször, ha bárki elkapja, és hát ez a bárki, ez tényleg a csecsemőtől kezdve az aggasztjánig mindenki, akit megszúr a szúnyog, és kialakul, és az, hogy milyen tünetek alakulnak ki, ez nem életkor függő, ez valamiért a szervezetnek az immun állapota befolyásolhatja, de a legtöbb esetben enyhe tünetekkel lezajlik. Hát ritkán előfordul azért agyhártya agyvelő gyulladás, ami azért már egy komolyabb betegség, és hát ilyen esetekben akár halálos következménye is lehet. Ami védekezési lehetőség egyedül a szúnyog csípéstől való védekezés, szúnyogriasztókkal kenjük be magunkat, ha olyan területeken járunk, ahol szúnyogcsípés veszélyeztet nyilván a lakásunkba, és amennyire lehet, próbáljuk kizárni ezeket a szúnyoghálókkal, ajtók, ablakok zárásával. A vírus a betegség első 6 napján kimutatható a vérből. Később a vérben jelenlévő ellenanyagok kimutatásával lehet igazolni a fertőzést. Fontos tudni a nyugat-nílusi lázról, hogy jelenleg csak tüneti kezelése létezik, és nincs ellene védőoltás. Stúdiónk vendége volt Plusz Csilla, a karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, akivel a 2023-24-es tanévről, a művészeti iskolában induló kurzusokról, a létszámról, a tanév célkitűzéseiről és a jelenleg futó pályázatokról, valamint a jövőbeli tervekről is beszélgettünk. Mai vendégünk Plusz Csilla Margit, a karcagi Erker Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola megbízott igazgatója. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi nézőjét. Hogyan indult a zeneiskolában a 2023-24-es tanév? Ugye bizonyára a városban sokan hallottak róla, hogy átszervezés történt a karcagi általános iskola és alapfokú művészeti iskolában, hiszen három tagintézményből állt ez az iskola, a Kovács, a Kiskulcsos és az Erkel tagintézmény. A nyár folyamán az Erkel tagintézmény, a művészeti iskola kivált a karcagi általános iskola és alapfokú művészeti iskolából, és önállóan kezdi meg az életét karcagi Erkel Ferenc alapfokú művészeti iskola névvel. Ez ugye azzal járt, hogy újra kellett az iskola életét szervezni, hiszen más lett a vezetői struktúra az iskolában, a feladatok ellátását is más struktúra szerint, szervezés szerint látjuk el, illetve a dokumentumainkat is újra kellett gondolni, és újra kellett írni, tehát mozgalmasan indult ez a tanév, és ehhez még csatlakozott az is, hogy a gyerekek beiskolázását, hiszen ilyenkor szeptember elején még pótbeiratkozást szoktunk tartani a művészeti iskolába, még azt is koordinálni kellett. Milyen tanszakokkal és hány fővel kezdték meg a működést az új tanévben? A szokásos tanszakokkal 16 fő pedagógus látja el az alapfokú művészetoktatási feladatot. Az ütőtanszak, a magánének tanszak, a gitár, a hegedű, a mérészfúvós, a trombita, vonósok közül a cselló, a hegedű, a furuja, klarinét, zongora, kamaraz,
zene, képzőművészet tanszakokkal indult a 2023-24-es tanév. A gyerek létszám most per pillanat 181 fő, ami nagyon jónak mondható. Mi is csodálkozunk ezen a létszámon, de örülünk, hogy egyre több gyermek jelentkezik a művészeti iskolába. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy az elmúlt évek statisztikai adatai alapján, vagy ahhoz való képest mennyiben növekedett, illetőleg mennyivel többen jelentkeznek, de hát ugye itt a számadat igazolja, hogy sokan, sokan zeneiskolások. Így van, és úgymond várólistánk is van, mert vannak olyan tanszakok, ahol sajnos véges a kapacitás, és vannak olyan gyerekek, akik még várakoznak, tehát ez a létszám még emelkedhetne, de hát várunk még pedagógus kollégákat, és ha ők majd érkeznek, akkor ezt a számot még tudjuk növelni tovább. Melyek a legnépszerűbb tanszakok? Hát természetesen az ütőtanszak. Miért egyébként, ami esetleg ez közelebb áll? Az ütősök, tehát a gyerekeket vonzza a sok-sok ütőhangszer. Tehát ütőtanszakon nem csak egy hangszeren tanulnak a gyerekek. Ott tanulnak ritmushangszeren, és tanulnak dallamhangszereken is, és úgy gondolom, hogy a gyerekeknek ez egy olyan varázslatos világ, és ezért vonzódnak hozzá. Aztán ott van a másik nagyon közkedvelt tanszak, az a zongora. Ugye azt meg mindenki ismeri. És hallja, hallgatja, és szeretne rajta játszani. Tehát az még a nagyon közkedvel. És a többi tanszakon a megfelelő gyereklétszám megvan. Egyébként azt is el kell mondani, hogy a gyerekek nem csak hangszert választanak sokszor, hanem tanárt választanak. Tehát ha szimpatikus nekik egy pedagógus, akkor arra hangszerre iratkoznak, mert szeretnék, hogy az a pedagógus tanítsa őket. Megütötte a fülemet, hogy egy képzőművészeti tanszak is van. Ugye a képzőművészetnek számos ága van. Mi az, amit itt előnyben részesítünk? Nálunk a festészet grafika az, amelyet tanítunk. A képzőművészet tanszakunk egyébként a Kovács Mihály iskolában, a telephelyünkön, hiszen az telephelyünk, ott működik a képzőművészet szaktanteremben, és Bacsó Andrá tanárnő vezeti ezt a foglalkozást. Ide is még nagyon sok szeretettel várunk gyerekeket. Itt aztán kedvükre rajzolhatnak, festhetnek a gyerekeket, és sok-sok technikát kipróbálhatnak. Sok mindenről beszélgettünk, mert már azért lehetett szemezgetni, de mégis mi a 2023-24-es zeneiskolai tanévnek a fő célkitűzése? Hát az első és legfontosabb a művészeti iskola megerősítése itt a városban. Úgy gondolom, hogy jó úton járunk, hiszen 1947 óta van itt Karcagon zeneoktatás, és az eltelt 75 év alatt én úgy gondolom, hogy igen, jelentős szerepet töltött be itt a városban. Szeretnénk ezt a pozíciót megőrizni, illetve tovább fejleszteni. Illetve a következő éveknek a célja pedig az, hogy bővíteni mind a tanszakok számát, mind a tanított hangszerek számát, a pedagógusok számát és a zeneiskola növendékeinek a létszámát. Igazgatónő, én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a tartalmas tanév programjáról is mely másról beszámolt nekünk, és nagyon jó munkát kívánok az elkövetkezendő időszakra önnek. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen az érdeklődést. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!